Katzenberger Mária, Schneider Antal édesanyja látható azon a képen, amin még a Mözsiek hőnszeretett keresztje eredeti állapotában állt. A fotó a sváb kiüzetés után készült. Nem volt kérdés, hogy minden olyan ősi vagy ősi gyökeret kell keresni. Ha valaminek nincsen gyökere, akkor a növekmény is sem állékony. Tehát akkor az is jön egy ideológia, vagy egy rossz gondolat, és akkor az eldől. Tehát ezeket az elődeink, ezeket a község szélén levő kereszteket az elődeink a falu védelmére, adott esetben a betegségek elkerülésére, könyörgésül, hogyha egy járvány elkerülte a községet, adományozták és adták a közösségnek. És mindenki, aki ezek előtt, a keresztek előtt elment, levette a kalapját és keresztet vetett. Tisztelettel, és hát elmondták, hogy imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ám azt az 50-es években ledöntötték, összetörték és beszántották a mözsi gazdaságba. Egészen 2020-ig itt hevert a szántóföldön, amikor a helyiek megtalálták a szántás után. Tudtuk, hogy ez a kereszt valahol itt van, és akkor, amikor a KFT gépe megtalálta az elejét, akkor tovább kerestek. És hát örülünk neki azt, amit adott esetben a rossz akarat vagy a gondatlanság összetört, az újra helyre lehetett rakni. Tavaly ősszel indult el a kezdeményezés, tehát akkor félrekerült, akkor jött a kezdeményezés az itt dolgozók részéről, és akkor a cégünknek a vezetősége természetesen rögtön mellé állt. 10-15-en rögtön a kezdeményezés mögé álltak, gyorsan össze is gyűlt a szükséges 500 000 forint. És miután egy kicsit körbeérdeklődtünk, hogy ki lenne hajlandó még ehhez hozzájárulni, olyan lelkesedéssel álltak mögé a munkatársaim és a nem munkatársaim is, hogy én azt gondolom, hogy néhány nap leforgása alatt összejött az az összeg, amivel ez a kereszt újra lett fölállítva. A 90-es évek előtti időkről beszélek, tehát 1990 előtt, amikor nem tartották ezt fontos dolognak, és hogy most szándékosan, vagy tényleg az idő tette meg a dolgát, tehát ez a kereszt feledésbe merült, földre került, beszántásra került. Én azt gondolom, hogy a vallásunknak az egyik alapelve a megbocsájtás, tehát nem is keresném, hogy miért került az oda. A sokkal fontosabb, hogy miután előkerült, akkor mindenki arra gondolt, vagyis legalábbis hát akik itt lenn dolgoztak, hogy méltóképpen vissza kellene állítani a helyére. Ez a kereszt, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ez a falu végén van, ahányszor a gépeink kimennek ennek a keresztnek az árnyékába, mennek el. Bízunk benne, hogy majd segít nekünk jó termést hozni. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Az adományozók és a helyiek részt vettek a kereszt megáldásán is, ahol Ravasz Csaba helyi plébános beszélt a kereszt hétköznapi megjelenési formáiról, a keresztények általánosan elterjedt jelképéről. Két vonalból áll. Van egy vízszintes szakasz Jézusnak az ölelő karjaival. És valóban a kereszt az Isten szeretetének a jele. Nem csak azt jelenti, hogy meghalt ott az élet, hanem hogy szeretetből halt meg. És a függőleges száraz pedig, hát jelentheti azt, hogy valami, ami a földből gyökeredzik, mégis az ég felé mutat. A kereszt tehát több mint 40 év után ismét visszakerült az eredeti helyére.